Íj és Gyula, bevezetés egy kodályhangversenyhez. Föllendül azonnal a karmester pálca, s megzendül. Nem a zenekar, hanem ami van, körben temető. Megzendül, ami van, ós fiatal sírimező. Majtényi, Mohácsi, muhi mező. Anyádért, apádért, esendő hazádért, ami volt sírba és sárba vesző, ami volt hősvértől pirosult gyásztér, egri üszök és drégei várfok, onnan törelő, amit hallani vártok. Ez a méből árad elő, de nem olyaj. Rosszul vártátok. Nem, nem, nem olyaj hanem az erő, az a gyökérmélyű erő, az a múlt táplálta erő, mely értett szálharcba jövő örökös élet. Ezt. Ezt kereste ő, és ezt találta kezében a pálca. Vas vesző, mely a temetőt veri. S marsalbot, ha szólnak ütegei. Ezt rendezi ő, az elszánta konok, akinek a sírok üregei dobok, dobok. Ezt hozza ő. Búval, de hittel is tele. Ezzel jön ő. A hangok s lelkek megváltó mestere. Karmester, nem csak ezt a kart vezényled, jól tudod, hanem egy népet, a magyart, villanyó homlokod, akinek hangszekrénye lett vártömlött temető, s kézintésedre égrekelt égre a poklott szenvedő, ki jajból sajtoltad a dalt, búból az örömet, vereségből a diadalt. Családod, sereged, éneklő kórusod vagyunk, s ki nem dalol, az is tudja már, szívós karnagyunk, mi helyes, mi hamis, mert egybeálltunk általad, és az is, ki nem dalol, érzi a lét, a rend szabad összhangját valahol.